Szevasz, üdvözlök mindenkinek ezen a szép napon reggelen, délutánon iszunk az autóval, ahogy látjátok. Itt van a Davis ott középen, a Lucas itt van valahol hátul, szervusz, meg vagy? Látod magadat? Mindegy, ott a Lucas, a feleségem itt ülne, hogyha itt lenne, de nincs itt, ugyanis otthon van. Ugye mondtam, hogy beteg a feleségem, elkapott valami, nem tudom, valami vírus gondolom, ugyanis köhög, fáj a feje, nem tudom. Ugye nemrég volt beteg, mikor hazérkeztünk, meg mikor ott voltunk, még nyaraltunk ugye Amerikába. Na minden, lehet, hogy visszajött neki. Úgyhogy ő otthon maradt, azt mondta, hogy pihen addig egyet. Mutatom. Szépen süt a nap, egy felhő nincs az égen, komolyan mondom, jelenleg 20 fok van, itt vagyunk az autópályán. Egy felső az egy hosszú, hogy ugye el kell, mert nincs az a túl-túl ugye nagy meleg. Ami nem máson megyünk, mint a tengerpartra. Valahol ott fogunk körbe sétálni, van ott ilyen hegyes rész, ahol ki lehet nézni, meg körbejárni. Rettentő régóta el szerettem volna oda megint menni. Már régen voltunk. Utoljára akkor voltunk, mikor a Davis-én azt hiszem, hogy egy éves volt. Nem Lucas? Nem minden, nem látom, a Lucas valahol ott van hátul. És gondoltam, hogy oda elmegyünk, császkálunk, körbe sétálunk, iszunk valamit, aztán meglátjuk. Még nem tudom, hogy pontosan mit csinálunk, de valami érdekeset megpróbálunk, hogy ne üljünk otthon. Még mindig kora van, egy óra múlott 22 perccel. És ilyen forgalomban én azt hiszem, hogy egy fél óra mire odaérünk. Megérkeztünk, végre megérkeztünk, olyan mondom, itt körbe-körbe mentünk, mert mutatom, látod, nem nagyon lehet látni, nincsen parkoló sehol se. Arra felé fogunk elmenni, amúgy itt van előttünk a víz, úgyhogy megvan mindenki? Jó. Yeah. Davis? Ready? Na, akkor készen vagyunk, menjünk, vigyünk magunkra valamit inni, aztán sétálunk. Mi helyzet, Lucas, fászol? Lejöttünk ide a partra, hiszed vagy nem? Vannak lenne a vízben, de rettentően hideg van, fúj a szél, és arra fogunk elsétálni. Aztán onnét hova vagyunk, azt még nem tudom. Lucas felvette a kucsmáját, hogy bent ott szörföznek. Fürdeni nem lát, de mennek, oda néz. Lucas lát, hogy azok ott bemennek fürdeni. Hogyan? Én nem tudom, hogy hogyan, de én majdnem megfagyok. Lucas, nem mondom, még mindig fázol, itt már süt a nap. Kijöttünk, ott voltunk az előbb, ott van szembe szörfe, szóval vannak azok a nagy házak. Mit? Ja, messzelül ott napoznak a lányok. Félmeztelenül. Mit? Most miért nyomogatsz? Hát én is látom. Na gyere, menjünk. Nem nézzük, vagy nem filmezzük le a filmeztelen lányokat ott. De a gyerek meg sírt. Lucas, az a gyerek miért sírt ott? Nem tudod? Biztos be akart menni fürdeni, csak nem engedték. Lucas? Lucas még mindig fázik, ami le is sétáltunk ide, és az van kérve, hogy le van zárva, képzeld el. Hát ez a rész. Úgyhogy azt hiszem, hogy fotjára sétáltunk el idáig. Na innen megpróbálom felmenni oda a felső részre, ott arra felé. Daddy! Na mondjad. Daddy! Mondjad. That's the top. Aha. Az van ideírva, hogy le van zárva. Na mindegy. Mintha sétáltunk egy jó nagyot. Most már nincs olyan hideg, főleg nekem nem. A Lucasnek még mindig hidegen fázik. Én cipeltem egyet a Davis-t. Na mindegy, gyere, menjünk visszafelé. Na, jöttünk ide a lépcsős részén, itt fel fogunk oda mászni. Amúgy mondtam, hogy ha érdekes helyre megyünk, vagy csinálunk, akkor lefilmezem azokat a dolgokat. Ez legalább nem az az unalmas mindennapi ugye, munka meg iskola videó. De én azt hittem, hogy itt fogunk tudni oda sétálni, de nem tudtunk, és le van zárva. Na minden, megnézzük itt fönn. Erre is el lehet menni, mutatom. Csak itt sok lépcső van felfele, és nem tudom, hogy körbe lehet-e menni, vagy nem. Na, meglátjuk. Ez nem csirke. Hol van? Az a, ja, ott van, látod, de ez nem az a csirke-csirke. Ezt nem esszük meg. Amúgy mutatom, feljöttünk most már idáig. Hát olyan szép a kilátás. Nem nagyon lehet innen most látni a vizet, de még megyünk mindig följebb. Csak egy részét ugye. Aztán, ami régen, hogyha oda felsétáltunk, körbe lehetett menni. Tehát ott lejöttünk a túloldali, de most le van zárva, nem hiszem, hogy le fogunk tudni jönni. Meg, ja, megnézzük, hogy meddig tudunk elmenni, jó? Ja, sétálunk, ilyen esős erdő. Az a jó, hogy most nincs ez a kígyó veszély. És nyáron, ki tudja, mi Lucas? Ki tudja nyáron mennyi kígyó lett? Erre fel azért nem szeretek esős erdőbe járni nyáron, mert előjönnek ugye a melegre a kígyók meg a csúszóvászok, de ilyenkor télen. Ilyenkor nem hiszem, hogy van olyan sok. Na megálltunk egyet inni. Ott van háttérben szörfözlet, vagy nem nagyon lehet látni, vannak azok a szép nagy házikók. És Davis itt akar egyet mászni ezen a részen. Ja, de arra felfelé, gyere!
arra felé. Fogom a kezedet, és megyünk arra. Ja, sétálunk, na gyere. Na, ez itt egy nagy fás növényzet. Na Lukasz, csücsülj le, gondolom akar egyet ülni a Lukasz. Valamit akar filmezni a videójához. Milyen videót készítesz? Valami videót készít. Látod, milyen nagy a törzs ennek a fás növényzetnek. Nem is ide. Lukasz, szerinted ide? Innél biztos, hogy nem, de sok olyan videót lehet látni a YouTube-on, hogy beleugrálnak a szikláról, mi? De belemennél ugrálni? Még nem pont innét, de ilyen magasról, én nem tudom, én nem hiszem, hogy beleugranák. Na minden, megyünk visszafelé, majd kiértünk már erre a részre. Megálltunk egyet. Mit csinálsz? Megálltunk egyet inni. Kuki. Megálltunk egyet inni. Mit bohózkodsz? Csak a Davis nem bír rólam leszállni. Mi? Aztán megyünk nem sokára tovább. Lukasz, kiittad magadat? Mi van, elfáradtál? Olyan sokat nem sétáltunk azért. Amúgy itt van még mindig a víz. De nyuszi! Te, így nem tudok filmezni, hogyha itt tenni. Hülyeskedsz. Mert kihülyeskedjük magunkat, aztán megyünk tovább, jó? Borító. Na, kiittuk magunkat, meg kibohozkodtunk magunkat. Most már kezd melegem lenni, komolyan mondom. Lukasz, te hogy vagy vele? Hol vagy? Itt vagy. Kezd meleged lenni? Levettél a kucsmánat, azt látom. Amúgy ez ilyen fiús nap, vagy fiús délután, csak így hármas vártlába, akkor van ilyen nap, hogy a feleségem beteg. És sétálunk vissza az autó fele. Itt vagyunk, kiértünk ide a félútra végül is. Csak innét át kell menni erre jobbra felé, ahogy van itt ilyen sok kisebb, nagyobb bevásárló, meg inkább kávé, de nem bevásárló, kávézó. Egy pár ilyen kisebb, nagyobb bolt. Ennek mennek az emberek. Az autók. A következő utcába álltunk meg, nem Lukasz? Legalábbis nagyon remélem, azt mondom, hogy ott álltunk meg valahol. Itt vagyunk ezeknél a szállodák mellett, meg apartmanok mellett. Ja, dehogy nem. Yes, it is cold. Azt mondja, Davis, menjünk oda beúszni abba a merencébe. De hideg, azt mondja, nem hideg a... Yes, it is. Azt mondja, nem hideg a víz, bemehetünk oda úszni. Mondom, dehogy nem hideg az a víz. Mi, Lukasz? Nem akarunk bemenni, pár rettentő sok turista ott úszott bent, nem ott a merencébe, hanem ott lenne a vízbe. Én nem tudom, hogy folyjon, nagyon hideg volt. Ott lenne, nagyon fújt a szél, ez a hideg szél. Itt sincs olyan túl meleg, már én kezdek izzadni. Mi? Nyusz-musz. Na, visszaérkeztünk. Azt hiszem, hogy kísérleteltük magunkat mára. Amúgy nem tudom, hogy ti szoktatok ilyen fiús napot tartani, vagy nem, ugye apukátokkal, vagy a gyerekeitekkel, vagy nem tudom ugye, hogy vagytok. Ahogy mondtam, csak akkor csinálom ilyen napot, hogy olyan helyre megyünk, amit a feleséget egyáltalán nem érdekel, például arra a szupernovára, ahol vannak ezek a szuperhősök, meg ezek a kiállítások. Ja, majd megyünk novemberben. Képzelem. Hol? Lesz egy másik. Én nem tudom, de lesz egy másik. Lehet, hogy Sydney-ben. Nem tudom. Nem ilyen. Akkor lehet, hogy ide videó alá írjátok meg, hogy szoktatok-e ilyet csinálni, vagy nem. Aztán idefelé, amikor ezzel beszélgettünk erről a merencés logról, mondtam a Lukasznek, tudod, mit kéne kipróbálni. Majd egyszer nyáron bemenni egy ilyen hotelbe, egy ilyen szállodába, és bemenni a merencébe csak úgy, ugye, hogy nem lakunk ott semmi, csak hogy be tudunk-e menni, és tudunk-e egyet úszni a merencébe úgy, hogy nem vagyunk ott vendégek. Én azt mondtam a Lukasznek, hogy simán meg lehet csinálni, fogod a törölköződet, szépen besétálsz az ajtón, és úgy csinálsz, mintha ott laknál, de mégis laksz, és besétálsz a medencébe. Hogy csak nem kell hozzá valami kárty, vagy lehúzogat, hogy be tudj menni, bár a legtöbb helyen nem kell. Egy pár szállodába tudom, hogy kell. Na mire, majd lehet, hogy nyáron megcsináljuk, mi? Megyünk húszni a nagy merencébe valahol. Aztán majd megnézzük, hogy egy nap hány merencés szállodába tudunk bevenni ingyen, úgyhogy csak úszunk egyet. Nem, dehogy nem, majd megcsináljuk. Na, úgyhogy most megyünk tovább, és nézzünk a Lego játékokat. Ugye, Davis? Na, akkor menjünk. Nézd, itt lehet venni jeget. $3, 5 kiló. Ja, 5 kiló, 3 dollár a jég. Minek, mondjuk az italodba, vagy le akarsz majd fogyasztani a hűtőlábádba, vagy a hűtőtáskádba. Itt meg bemegyünk valahol. Itt a bejárat. Nem olyan nagy bevásárló, olyan kisebb, de már régen voltunk itt. Most gondoltam, itt nézzük meg a Lego játékot, de mindenhol a Lego játék ugyanaz szerintem. Hol álljunk meg? Hol itt a vége? Mi régen sokat szoktunk ide járni, mikor itt laktunk, nem olyan túl messze. Mi amikor megismerkedtünk a feleségemmel, akkor is sokat szoktunk ide járni. Na most mit csinál az autó? Nem tudja, hogy merre kell menni. Ide megállunk. Na megálltunk, azért ide álltam, megmutatom hova. Látod, itt nincs autó mellettem, csak ottan.
Meg itt sincs autó mellettem, mindig sokan kérdezitek meg mindig, hogy miért mindig megállok ilyen nagyon messze mindentől. Azért állok meg mindig mindentől messze, hogy véletlenül se álljon be merém senki se, és véletlenül az ajtót rányítja az én ajtómra, és leveszi a festéket, ugye. Nem szeretném, hogy valaki meghúzza az autót. Na mine, bár így is nagyon néha előszakad fordulni, bár a fordal eddig nem tudom elkiabálni, de még nem húzták meg, úgyhogy valaki beállt mellém és lecsapta, vagy valami. Na mine, úgyhogy megyünk legót nézni, vagy nem megyünk legót nézni? Batman. Ja, a Batman van. A Batman legót megyünk nézni, ha menjünk. Helikopter, te? Ekkor egy helikopter, ez egy ilyen mentő helikopter, nem? Ja. Sok-sok játék, a Lucas, ahol elhagytuk. Na, mindjárt megnézzük. Nyílik az ajtaja. Ja, meg még pörög, nem pörög, de nem, de, nem tudom, ha max a kerekhez kezded, de pörgeted. Na, megjött a Lucas. Na, jajzat. Semmi. Menjünk át, oldalt vannak a játékok. Nézd, itt egy. Itt az autó a Fast and the Furious-ba, a hálósi rambot. Jó, szép. Na, szépen menjünk tovább. Itt egy nagy kamion. És visszaérkeztünk. Ajtót nyitjuk. Holnaptól mi lesz? Autótakarítás. Ugyanis ki kell porszívozni az autót, mert... Mit csinálsz te? Vessel az autóval. Na, üljél be a székedbe. Tiszta, látod, ilyen nem nagyon lehet látni, de koszos. Nézd, látod, ilyen falevél van be, meg hasonlók. Mit csinálsz, Kuki? Na, meg vagyunk? Sikerült betennem. Te, na Lukasz, gyere te is. Azt hiszem, hogy megvan mindenki, megnéztük a játékokat, megnéztük a DVD-ket, megnéztük a Legókat, megnéztük mindent, és most nem más csinálunk, mint elindulunk hazafelé. Kisétáltuk magunkat, megnéztünk mindent, amit akartunk, legalábbis majdnem mindent, amit akartunk, ugye? Úgyhogy fiús napnak vége, még egy fél óra még hazaérünk. Ez a fiús nap? Hát ez ilyen, csak hárman voltunk, nem? Délután. Mondod, hogy mondtad Magyarországon. Ja, de nem gyerekes nap, ilyen fiús nap, mind a hárman fiúk vagyunk, nem? Ja. Ilyen délután, ugyanis reggel még dolgoztam, aztán délután ugye hazértem, és akkor eljöttünk, hogy mit csinálsz, Kuki-Muki? Na mindegy. Úgyhogy én ezt a videót itt most befejezem, és most már semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, és hogyha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, nem sokára el fogjuk érni a 100 000-et, úgyhogy iratkozzatok fel, egy szeretés vagy egy lájkot nyomni a videóra, mindenkinek meg szeretném köszönni a sok jó kommentet, a sok rossz kommentet is, és még egyszer mára ennyit, ja a rossz kommentet, ja mindeniket megköszönjük. Hát nem lehet mindenkinek jó a véleménye, gondolod, hogy mindenki szeretné a videóinkat, akkor mi lenne? Akkor mindenki nézné, és mindenki ott kommentálna, olyan nincsen, hogy mindenkinek minden tetszen. Nekem se tetszik mindig minden, lehet, hogy neked valami tetszik, nekem nem tetszik. Nekem rossz a véleményem, neked jó a véleményed róla. Na minden? Csak én nem szoktam kommentálni. Úgyhogy mára ennyit, kivéve válaszolni a kommentekre. Mára ennyit. Sziasztok! Szervusz! Szia! 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 Szervusz! Szervusz. Szervusz. Na. Szervusz. Szervusz. Sziasztok. Sziasztok.